A labdarúgás második vonalának negyedik fordulójában a Szeged 2011 együttesét látta vendégül az ETL. Az egerszegiek az eddig lejátszott három találkozójukon idegenben mindkétszer vereséget szenvedtek, míg hazai környezetben magabiztosan győzték le a Szolnokot. Az NB3-ból idén felkerült tiszapartiak ebben a szezonban még nem kaptak ki, ami nem csak a bajnoki találkozókra vonatkozik. A Magyar Kupában sikerrel vették a Tatabánya elleni mérkőzést, míg a Liga Kupában Debrecenben x-eltek. A találkozó előtt a bajnoki táblázaton 5 megszerzett pontjukkal a hetedikek voltak, míg a 3 pontos ZTE a 12. helyet foglalta el. A sötétkék mezes házigazdák kezdték a játékot, a kezdeti percek az ismerkedés jegyében teltek. Az első valamire való akcióból aztán megszerezte a vezetést a Szeged. A 10. percben egy alapvonaltól visszaadott labdára Zelenyánszki érkezett, lövését Szappanos még hárította, de a kipattanót Olá Lóránt 3 lépésről a kapuba passzolta, 0-1. A gól megnyugtatta a vendégeket, akik bátran futballoztak. Az ETL játékosai mezőnyben sok hibát vétettek, igaz, hogy az ezekből induló szegedi támadások sem jelentettek veszélyt Szappanos kapujára. Negyed óra elteltével kiegyenlítettebbé vált a játék, de továbbra sem adódott említésre méltó lehetőség. Mezőnyjátékkal teltek a percek, magabiztosabban futballoztak a vendégek. A 27. percben Kéri az utolsó pillanatban lépett be, a Wittmann passzából kapura fordulni igyekvő Meltzer elé. 2 perccel a félidő vége előtt Babati végezhetett el egy távoli szabadrúgást, de lövését könnyedén fogta a vendégek hálóüre Molnár. A szünetben Lőrinc Emil 2 helyen is változtatott csapatán. Meltzer és Délcek helyére Bájló és Gribics érkezett. Az 50. percben adódott az első komoly helyzet az alaiak előtt. Farkas jól ugratta ki Wittmannt, aki 13 méterről lőtt. A labda ha kevéssel is, de a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A jelentősen feljavult házigazdák az 55. percben egyenlítettek. Babati átadását Bájló 14 méterről csavarta a jobb alsó sarokba. 1-1. Az egyenlítés után még nagyobb sebességre kapcsolt az ETL, és a 69. percben már náluk volt az előny. Egy jobbról érkező labdát Babati szépen vett át, felnézett, majd 15 méterről mesterien tekert a vendégkapu jobb oldalába, 2-1. A játékrész hajrájára ismét átvette az irányítást Nyilas Elek együttese, de a jól védekező egerszegiek már a 16-os előterében rendre meghiúsították a próbálkozásokat. 3 perccel a mérkőzés vége előtt bebiztosíthatta volna győzelmét az ETL. Bájló egyedül vezethette a labdát a szegedi kapusra, aki bravúrral hárítani tudott. Az egerszegi játékos visszaszerezte a labdát, és amíg lövőhelyzetet keresett, Molnár kapus elütötte. A megítélt büntetőt Gribics félmagasan a kapu jobb oldala felé lőtte, de Molnár látványos vetődéssel hárított. A hátralévő percekben már nem forogtak veszélyben a kapuk, így az ETL, ha nehezen is, de otthon tartotta a 3 pontot a jó játszó szegediek ellen. A találkozó után így értékelte a mérkőzést a 2 vezetőedző. Amiért jöttünk, hiszen azt elértük, de csak az első fél időben, hiszen megpróbáltunk támadólag fellépni, olyan játékot felépíteni, amit ugye általában szoktunk. Ennek meg is feleltek a játékosok, de csak az első fél időben. De hát óriási különbséget véltem felfedezni a 2 fél idő között, hogy az Zalaegerszegnek az elsőt úgy nálunk, a másodikat kell különösebben kiértékelni. Nem igazából tudom az okát annak, hogy egy ilyen jó és tartalmas első fél után vezetéssel a hátunk mögött hogyan tudunk egy ilyen másodikat produkálni. Úgy ítéltem meg, hogy váltanunk kell, mert mondom, katasztrofális volt, amit első fél időben produkáltunk. Úgy gondolom, hogy a cserék nagyon jó, és sokat lendítettek a csapaton, hát gólpasszokban mutatkozott be. Mutatkozott meg, második fél időben akaratban mindenféleképpen, játékban is teljesen az ellenkezőjét mutatta a csapat, mind az első fél időben. Azért a gólok mellett is volt még jó pár lehetőségünk, de mindenféleképpen azt kell követnünk, amit a második fél időben tapasztaltunk.
Az ETA az ötödik fordulóban Soroksárra látogat, ahol, ha meg tudják ismételni a Szeged elleni második félidei játékukat, esélyesek lehetnek a győzelemre is.